Hát sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Te forrás láthattok, ez a Kim nevű koreai manus csapatával 2010-ben nyugat-eurázsiai férfit talált Mongóliában, egy Siungnu elit réteghez tartozó, nem köznépi, elit réteghez tartozó pírban, és apai vonalon eregyajd lett a haplocsoportja, ami tudva levőleg a hunokban nem mást jelent, mint Szintasta Andronovó eredetet. A Szintasta Andronovó az egy preszkíta, előszkíta kultúra volt a bronzkor folyamán a mai Kazaksztán területén. Korábban már Tóth Tibor antropológus közzétette méréseinek eredményét, hogy a honalapító magyarok antropológiailag legközelebb ezekhez a Szintasta Andronovó népekhez álltak, vagy népességhez álltak. Természetesen szarmaták és egyéb keleti szkíta analógiák mellett, ugye szakák, stb. Tényleg nem sorolom, busunok, még egyen legyen. És a klasszikus mongoloidoktól és Nyugat-Európától is középtájba, de messze helyezkedett el ez a csoport. Tehát amikor a kínai krónikák, évkönyvek európid jellegű hun vezetőkről számolnak be, szőkehajú, vöröshajú, magas emberekről, szakállas emberekről, akkor itt ez az úgynevezett szintasta andronovó kultúra és annak genetikai, genotípusbeli, fenotípusbeli hagyatékáról van szó. Jó, tehát Kim 2010-ben eregyat úgymond diagnosztizált, egy elit sír hun vezérénél. Na most, azt a címet adta ugye a munkának is, hogy 2000 éves Siungnu, nyugat-eurázsiai gén talált a Siungnuban, és hát gyakorlatilag ennek a hunok vezető rétegének a leszármazottja lesz majd Attila, akitől közvetlenül nincsen DNS minta, nem is lesz egyébként. Nem mondom el, hogy miért, nem ebben a videóban mondom el, hogy miért. De az ő leszármazottja volt ugye Árpád fejedelem, és gyakorlatilag Árpád fejedelmen keresztül a sor genetikai értelemben harmadik Bélánál folytatódott, és harmadik Béla DNS-sel viszont napvilágot látott. Már a mintát 2014-ben levették, de az általam legkorábbi publikáció, nyilvánosságra hozatal, az 2018. február 10-én történt. Az előző videóban már említettem, hogy kik végezték, nem megyek bele. Viszont ez az eredja marker, ez a mai népességek közül különböző almutációival, például a szlávajkú népeknél jelentkezik, akkor iráni, török és még uráli nyelvű népeknél is, de minden esetben, tehát nem a mellékág a lényeges, hanem a főág, hogy ez a szintasta andronovó kultúra anyai vonalon a Kárpát-medence és a Közel-Kelet legelső földműveseitől származott. Az ő hagyatékok a tatárlaki korong, ugye, a kőrös kultúráról beszélünk, akik 8000 éve vannak a Kárpát-medencében. Az ő előzményük a termékeny félhold népessége, ugye ezek a szabírföldi, zabföldi földművelők. És gyakorlatilag ezen anyai ági hagyaték, ugye a Szintastánál már be lett bizonyítva Neparácki Endrék által. Tehát ez úgy néz ki, hogy kőkor, földműves közel-keleti, anatóliai, kárpát-medencei európai emberek, bronzkor, szintasta kultúra, ebből lesz ugye az andronovó kultúra, majd a Siungnun belül ez az előbb említett nyugat-eurázsiai vonal. Egyébként ez a hun maga, mert ugye Mautun, akinek Bátor volt az eredeti neve, ő azt írta levélbe a kínai császárnak, hogy egyesítettem az így feszítő népeket, innentől fogva ők már mindannyian hunok. Na így tettek szert a mongolok, a türkök ősei, mandzsuk ősei,
különböző evenki-evensi népek, stb., megint csak nem sorolom, hun identitásra, és ma már ugye ők tartják magukat a leghunabbnak. De valójában ugye az eredeti hun az egy európai szkíta, aki a kőkorba ugye Európa és közel-kelet területén élt még csak. Tehát fölösleges Ázsia kőkorával foglalkozni, belső Ázsia esetében még a bronzkor is fölösleges, hiszen a szintas tanulom az nem belső ázsiai kultúra volt, hanem közép-ázsiai, turáni kultúra volt, és Turán közép-ázsia neve. Az más kérdés, hogy ugye Neparácki 30%-ba kimutatta a karosi népességen belül az úgynevezett tatárgéneket. Tatár alatt én az altai népeket értem, megint csak nem sorolom fel őket, de türkök, mongolok is ide tartoznak. Ezek, akik ugye Karoson megjelennek, ezek nem ős magyarok, nem tőlük kell indítani az eredetünket. Ők azok, akik a mi ősi szkíta-hun eleink által unióba lettek szervezve, a Szinnu unióba Ázsiába, és jöttek el a vezető réteggel egyetemben, amikor is a hunok nyugat felé indultak. Nyilván a hunok haza, az ázsiaiak pedig nyugatra. Ha már érintettük ugye a Neparácki kutatást, ez egy anyai ági kutatás volt az előbb említett bevezetőben, tehát eredje az apai ági öröklődés. Nyilvánvalóan uralkodó osztálynál az apai ága fontos, mert ott ugyanaz a DNS marker öröklődik a páról fiúra. És hiába az Árpádházban nem folytonosan apák után nem fiúk jöttek, ugye a királyi székben, sőt voltak ilyen mellékzöngék is, Abba Sámuel, Orzaló Péter, hanem nem az a lényeg, hanem mindig visszataláltak ugye a vérvonalhoz, és ott a fölmenőknél volt genetikai egyezés. De Horthy Miklós DNS-ét se onnan tudjuk, hogy Horthy csontvázát kiásták volna, és akkor mintát vettek volna, hanem egy vele közös felmenőn, tehát ami Horthynak is felmenője, osztozó személynek az apai ági DNS-e volt I2A, egyébként az I2A megvolt a karosi népességnél is. Y-kromoszomális eredmények nyárra-tavaszra várhatóak. Hivatalosan 4 DNS van Neparáckitól, 2 R1B, 2 I2A marker. Az R1B a Jamnaja kultúrára jellemző, ami a nyugati szkíta világ. Az I2A pedig egy nagyon ősi dunai népesség hagyatéka. A többi game marker nyilván van már több eredmény is, de az hivatalosan nyáron és tavasszal lesz publikálva. Tehát fölösleges előre futni. Ez a kérdése. Anyai ágon pedig ugye 102-103 DNS minta van. És itt is megjelenik Neparáckinál ez a nyugat-ázsiai ág. Ezt már mondtam az előbb, hogy a szintasta történet. Aztán van egy gyakorlatilag a Srubnaja ág, szép orosz nevek. Ennek elődje a Jamnaja ága. A Jamnaja volt a kurgán kultúra, ami először kőbabákat állított és halomsírba temetkezett. És ez ugye Európában is elterjedt, ettől származtak, vagy az ő leszármazottaik, hát ezek a skandináv meg nyugat-európai népek. Tehát velük is van valamilyen fajta genetikai kapcsolat. És akkor van még egy ilyen klasszikus, a karosi temető elit rétegére jellemző, klasszikus közel-kelet-kaukázusi X2 anyai öröklődés. Ez is kapcsolódható a Kárpát-medenci korai lakóival, földműveseivel, de ez inkább Irán irányába terjed, és délfelől érkezik meg Közép-Ázsiába. Míg az N1A1A az a sztyeppén terjed keletre. Ez a kettő, ami a magyarság szempontjából fontos. Elsősorban is ugye másodlagosan nyilván a Jamnaja és harmadlagosan az altai történet. Na most ez az eredja, amit harmadik Bélánál kimutatták, és akkor ezáltal nyilván, hogyha neki megvolt, akkor második Gézának is megvolt. És így szépen föl egészen Árpádig meg Attiláig meg kellett lennie, és igen. Ezért fontos bevezetőben leírt munka, mert
Ez bizonyítja, hogy ez az ered. Ja, az igenis megvolt az ázsiai hunok között is. Szium hunok között is. Tehát harmadik Béla és a Turul dinasztián keresztül megvolt, meg megvolt az ázsiai hunoknál, akkor a két kultúrát én úgy hiszem, hogy az európai hunok kötik össze. Lehetne persze még indiai hunok között is vizsgálódni. Ott is találnánk egyébként, mert Észak-Indiában ez egy nagyon elterjedt genetikai marker. Egyéb iránt ez az eredet. Ja, megvan Szubartu területén, tehát Észak-Mezopotámiában is, megvan a ma Kárpát-medencei magyaroknál, ez a, egyébként a leggyakoribb game markerünk. Most már említettem, milyen ajkú népeknél van, már még egyszer nem fogom megemlíteni. És hát, ha egy térképet megnézünk az elterjedéséről, akkor láthatjuk, hogy érinti azokat a történelmileg fontos területeket, amelynél ugye a magyarság számottevő birodalommal, őstötéti hagyatékkal rendelkezik. És mondom még egyszer, tök mindegy, hogy ma milyen nyelven beszélő népek között fordul ez elő, mert hogyha finnugorok között elő is fordul, az kit a múltra vezethető vissza. Vagy még mélyebben kurgán múltra, vagy illetve andronovói szintasta múltra, mert például a Barabasztyeppe népessége, az hiába már gyakorlatilag a Cseppétől északra elhelyezkedő erdő vezette határos, az is ugye a vaskori Baraba népesség is erre a szintasta andronovóra megy vissza. Persze mindenhol vannak autoktól lakosság, akiket ugye beszervez a domináns a vezető népesség. Ez történt, amint említettem az előbb a hunok esetében is. És hát akkor nyilvánvalóan, amikor Árpádék hont visszafoglaltak, akkor itt sem szkíta típusú népek éltek csak, ugye a Dunántúlon romanizált kelták. De most a kelta-szkíta kapcsolatokra többféle magyarázat adható. Először is eredetüket tekintve a kelták, ugyanettől a Jamnaja kultúrától és a trójai anatóliai népességtől származnak. Mint adott esetben Árpád népének egy része. Tehát ez tény. A kelta szkíta kapcsolatok pedig ugye másodlagosan, hát ezek szomszédok voltak, szomszéd népek. Dunántúlon elszaporodtak a kelták, elsőbb a Balatontól északra. Hát a Dunatisza közé meg már ott voltak a szkíta típusú népek. Tehát nem meglepő, ne lepjen meg senkit, hogy makkosnak hívták a disznóistenüket, torkosnak hívták a nyakperecüket, és a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum pincébe egy olyan nyakperec található, fém nyakperec, ami székely magyar rovás írással van egy szöveg írva. Nyilván ezt nem fogják felhozni a pincéből, vagy nem tudom, hogy lesz-e kiállítva a Lackó Dezső Múzeumban, de a róla készült fénykép az Balácán, Veszprémtől 9 kilométerre lévő egy római villagazdaságra épült múzeumba diavetítés formájában egy LG monitoron látható. Több képpel egyetemben, ha valakit érdekel. De gyakorlatilag ezeket romanizálják polgárjog révén, olyan romaiak. Sírköve kell látni azért, hogy kelta, főleg a nőkön, és gyakorlatilag ezek a csoportok megélik az Árpád korát. Nem Árpád kort mondunk, mert az Árpád kort a Szent Istvántól az Árpádház kialásig tartott, mert az egy rövidítés, az Árpádházi királyok kora. Hát, a hasamat fogom a röhögéstől, mikor bizonyos műsorban, bizonyos magát okosnak képzelő műsorvezető azt kijelentette, hogy Magyarországon már Árpád korában álltak templomok, mert hát Árpádkori templomból mennyit ismerő. De most nem volt vele tisztában, hogy ez nem Árpád. Az Árpád kor nem Árpád fejedelem kora, hanem Szent Istváné, Árpádházi királyok kora. Hát nyilván ez egy kamuduma, mert Turulháziról beszélünk, nem Árpádházról. Nem Árpád volt a dinasztia alapító, hanem a Turulház az visszamegy egészen ugye a népemlékezet Nimrodjáig. Most ez tök mindegy, hogy őt Kusnak hívták-e, vagy nem. A lényeg az, hogy még a hunok is örökösei voltak csak ennek a Turul dinasztiának, nem alapítói.
és egyébként másik ágon meg Duló dinasztia volt, ami Alán eredetű dinasztia, tehát királyi szkíta dinasztia, és ugye ez a bolgároknál is. A bolgárok meg ezt vitték tovább, mert náluk apai vonalon Dulók voltak a királyok, vagy az uralkodók, nálunk meg ugye anyai vonalon kezdeti időkbe. Aztán persze ugye a királyság felvételével, illetve a Szent István színre lépésével ugye elindul a nyugati, meg a ha keleti, akkor se szkíta jellegű, hanem sokkal inkább ilyen orosz, kievi, egyéb szláv uralkodó dinasztiákból házasodtunk, vagy velük házasodtunk. Ezért nem fontos például az anyai vonala harmadik Bélának. Egyébként ez is ismert. H1B. És itt is egy kievi rurikida édesanyával számolunk. Tehát rusz, tehát orosz, ha úgy mondanánk, akkor még nem. Nem érdekes, ezért nem érdekes, mert erre senki nem kíváncsi. Az apai vonal, az meg azért nagyon fontos, mert ha nem is közvetlenül mindig apa és fia követte egymást a trónon, de olyan Árpád származékok, akik apai vonalon közös ősszel rendelkeznek. És ez a, ami nagyon fontos. Mert az első olyan alkalom, hogy akkor kihal az Árpád, illetve a Turulház, az 301-be, akkortól kezdve indul be ugye az anyai leszármazási vonal, és jönnek az Anzsuk. És nyilván az Anzsu, tehát a Károly Róbert, aki Károberto volt egyébként, nincs ilyen név, hogy Károly Róbert, Nagy Lajos, apai vonalon teljesen más eredetű, ott anyai ágon tarthattak joggal igényt a trónra. Jó, tehát ez végülis ez a videó az azért volt számomra fontos, hogy kicsit kiegészítsem az előzőt, hogy azért itt ez a genetikai hagyaték, ez erősen bizonyító jellegű a szkíta humultra, mert ugye említettük a szintastandron volt, a kieregyal volt, említettük ugye a szionú hunoknál ugye a vezető rétegbe, megint megjelenik ugye az eregya, de aztán itt van a szkíta világ, a szarmata világ, és akkor minden ilyen jellegű népnél, hífeszítő, vagy szkíta népnél idézőjelben diagnosztizálták ezt az eredeti haplo csoportot. Igen. A vezető réteg tekintetében egészen biztosan lehetünk benne, hogy hunok voltunk, vagy vagyunk. És akkor a köznépnél lehet vizsgálni, hogy hány százalékban szitja meg ilyenek. Karosi, anyai ági történet az teljesen jó, hiszen ott ugye döntő többségben vannak a szkíta gének, ugye van egy kaukázus közel-keleti vezetőréteg, annak még egyszer csak anyai vonal, van egy ugyanígy egy ilyen szintasta andronovó népesség, van egy ettől keletre helyet foglaló altai világ, van egy ettől nyugatra helyet foglaló Jamnakurgán világ, és hát gyakorlatilag egyéb ilyen európai jellegű DLS-ek láttak napvilágot. Maga ez az egész finnugor hülyeség, ez egyre több pofont kap. Hát itt mindig átmagyarázzák. Most már ilyen hibrid kultúrákkal jönnek elő, ugye a szargát kultúra, a szaragáton, szargátkai kultúra, ahol ilyen, hát a ruszkik tárták fel, és ezt a szarmatákot sorolták a régészeti hagyaték után, valaki kitalálta, hogy idézem, ugor kultúra, akik közé szarmata vezetők olvadtak, és akkor ez a hibridség, hogy ugye picit azért már érinteni kéne a szkita szarmata világot, most már a hunoknak a hatása is ki lett mutatva ezen a kultúrán, de azért itt ugorok élnek, és akkor ez megmagyarázná, hogy a magyarok így meg ugyan nem. Nem ez a magyarázat a magyar őstörténetre, hogy mi eredendően ugorok vagyunk, akik mindenféle átvevő múltal bírnak, mind a szkita szarmaták, mind a hunok vonatkozásában, hanem mi magunk vagyunk ezek, tehát a különböző szkita jellegű népek, ugye hunok, alánok, tehát az alán a szarmata, és akik különböző régészeti, nyelvészeti, tudásbeli hagyatékot adtak az uráli népeknek, akikhez nekünk eredet szempontjából semmi közünk. Azt természetesen el tudom fogadni,
hogy közös birodalmaink voltak, meg hogy ők csatlakoztak hozzánk, meg valamilyen szinten be is olvadtak a magyarságba, de azt nem, hogy mi eredendően ők lennénk. Tehát amikor megfordítják tudatosan, szándékosan, aljas módon az átadó és az átvevő nép szerepét, akkor azzal lehetővé válik a manipulálása például egy őstörténetnek, mert ez az egészet megfordítja. De most profánul fogalmazva, ugye szlávok átvesznek tőlünk szavakat, mert egyébként általában ezek a úgymond szláv eredetű szavak, ezek magyar eredetű szavak valójában, mert például a zabla szavunk arra azt mondják, hogy ez egy szláv. Most eleve egy szkíta nép, egy lótartó szkíta nép, ami még gyakorlatilag a tárgyalásait, a politikai tárgyalásait is lóháton végezte, az kölcsön szavakat leszállt a lótartással kapcsolatba attól a szlávoktól, akit Bölcs Leó, bizánci császár, lovatlan népnek ír le. Gondolkodjunk. És a zabla szót, azt a magyar nyelvből lehet egyedül megfejteni, mert a zab, az ősi magyar nyelven ugye jelenti azt a takarmány növényt, amit a ló fogyaszt. És amikor valaki csúnyán eszik, akkor a magyar, mint lótartó nép, a ló evéséhez hasonlítva a zabál kifejezést használja. És akkor néha idősebbek még mondták, hogy rácsapok a zabálódra, zabáló, az a szájnak volt egy ilyen népies elnevezése. És hova megy a zabla? Hát a zabálóba. De innen az elnevezés, és megzaboláz is, tehát amikor a lovat szájánál a zablával irányítjuk, akkor zabolázzuk, irányítjuk, megneveljük. Úgyhogy innentől fogva a nyelvészet teljes mértékben hiteltelen, mert ők a kard szóra azt mondják, hogy iráni jövevény szó, a kert szóra azt mondják, hogy iráni jövevény szó, a vár szóra azt mondják, hogy iráni jövevény szó, holott ha a kezed meghosszabbítása a kés, ugye kezes, karodé a kard, a körből kerít, kerítés, kert, kerített terület, kert, a vár pedig az a erődítmény, ahol kivárjuk, amíg az ellenség elvonul, sikertelen ostromot követően, vagy megvárjuk, míg a felmentő sereg megérkezik, akkor senki nem mondhatja azt innentől fogva, ha van magyar megoldása, szólnak, mégpedig magyar szógyökökkel, hogy ez iráni jövevény szó, vagy szláv. Egyébként a patkóra, és azt mondják ezek a gazemberek, mert nincs jobb szó rájuk, hogy jövevény szó, megint egy ilyen lótartásra kapcsolat. Pata, pattog szavunkból, ugye, pattogó, patkó, pata. Innen fejthető meg. És akkor egy, mondom még egyszer, egy gyalog kakuk nép, ad kölcsön szavakat egy lótartó nemzetnek. Gyakorlatilag nevetség. Tehát olyan egy picit, mint a Fidesz lopása. Hogy már látszatra se adnak. Tehát, hogy valami fajta olyan magyarázattal állnak elő. Nem, itt nettó hülyének nézik az embert. És ezért bosszantó. Ez az egész. Jó, tehát bebizonyosodott végérvényesen, és zárom is a mondókát, hogy a Turul dinasztia, vagy Kamu nevén Árpádház, egy harmadik Bélát érintve Árpádon keresztül Attiláig minimum egyfajta apai ági öröklődést, vérvonalat jelöl magáinak. Ez az uralkodó dinasztia Szkíta. Eredja markere bizonyítja ezt, és ezek a keleti szkíták, ugye a preszkíták, pontosabban a szkíta elődök, szintastanulom az, aminek a genetikai hagyatékát ki lehet mutatni a Szundhun birodalom területén, európid népesség, és Kim nevű koreai genetikus és csapata 2010-ben vezéri gazdag sírmellékletes kurgánból. Ezt ugye sikeresen tipizálta nyilván ott a csontból. Úgyhogy van nem csak Neparácki bizonyította be, ugye a Karosi temető anyai ágán a hun kapcsolatot, hanem Kásler Miklós és onkológus csapata, valamint a Göttingai Német Egyetem munkatársai is bebizonyították vezető rétegünk
Egykor volt nagymúlt Turul dinasztiánk Szkíta eredetét. És hát köszönném szépen a figyelmet. Na most még annyit utóiratként, hogy minden videómba, ami igényel, ott ezzel kapcsolatos, ott megadom a forrást. PDF formátumban ezek fönn elérhetőek az interneten. Viszont igazából az infómezőt a legtöbb ember, aki az én videómat nézi, nem ismeri. Biztos idősebbek, nem tudom. Ezért a kommentmezőbe szoktam belinkelni, mivel oda is be lehet. Na most, ha belinkelem a kommentmezőbe, olvassátok már a kommenteket is, hogy ugorjátok át a lényegtelen részeket, én úgyis kigyomlálom a hülyeséget. De ne jöjjön olyan komment, hogy forrás, jó? Tehát itt ebbe a videó most akkor elmondtam, hogy hol keresd. Mert aki beír, hogy forrást, azonnal letiltom, most már nem szórakozom. Hát ebbe is berakom ezt a Kim kutatást, meg akkor még egyszer utoljára a harmadik Pélát. Videóban meg majd a képek illusztrálják, hogy az eredje, amit ugye egyébként a hunoknál találtak, ez ma élő népeknél hol van területileg. Majd érdekes területet ad ki. És akkor most köszönöm szépen a figyelmet.